Szép estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Ma folytatjuk azt a sorozatunkat, amelyben szeretnénk bemutatni a Fejér megyei Szent György Oktató Egyetemi Oktatókórház orvosait. Vendégem pedig Mikola József érsebészfőorvos, tisztelettel köszöntöm. Köszönöm a meghívást. No, hát a mai beszélgetésünk, ez egy Cicero idézetet választottam így elejében. Az orvosok semmiben sem közelítik meg közelebb az isteneket, mint hogy egészséget adnak az embereknek. Ez a felvezetésem, és hát Karádra indulunk, hogy aztán eljussunk a Moffettáig és a jelenlegi pályájáig, mert hogy nagyon-nagyon fontos. Ugye Karádon született, Karádról kevesen tudják, hogy már 1002-ben megemlítik a történelemkönyvek, hiszen a Dráva-Demeteri apátság birtokaként egy fantasztikus járási székhely volt. Ma már teljesen más a helyzet. Ugyanakkor nagyon fontos kérdés, hogy egy kisfiú, aki Karádon születik, és olyan szülőkkel, egy állatorvos édesapa, hogy miként éli meg a gyermekkorát? Nagyon jól éreztem magamat Karádon. Gyakorlatilag ott ivódott belém az a szeretet, ami a mai napig megvan. Jó volt részt venni a falu életében. A néptánc az egy meghatározó volt, és az én iskolás éveim alatt még a népdalodnak a gyűjtése is folyt Karádon. Vikár László, Pesovár is volt Karádon az én gyerekkoromban, és mi emlékszem arra, hogy a gyűjtésnél, a felvételeknél a háttérzajt tudtuk csak adni, nekem nem volt jó énekhangom, de a táncműsorban bizony sokszor részt vettem. Egyébként, ha már Pesovár Ferencet említette, most volt szerencsénk egy olyan életműkiállítást megnyitóján részt venni, amit a Szent István múzeumban nyílt meg, és ott van egy fotó is egyébként a Karádi gyűjtéséről. No de, ugye említettem, hogy az édesapja állatorvos volt. Ilyenkor azért egy fiúgyermek óhatatlanul is figyeli az édesapát, figyel rá, illetve szeretné követni. Önnél ez hogy volt? Én nagyon-nagyon élveztem édesapám munkáját. Ő egy nagy tudású, széles látókörű ember volt. Tulajdonképpen csak a élet útja hozta arra, hogy vidéki állatorvos lett, és én szerintem a tudása, a látós éressége az prédisponált egy professzori állásra, ott is kezdte, csak az élet elsodorta, és így került ő falusi állatorvosként a Karádra. Rendszeresen szabadidőmben kísértem, nagyon élveztem, mikor gyerek voltam, ugye akkor még kocsival, hintóval járt a TSZ-be, illetve a pusztákra, akkor én a bakon ültem, és a kocsis megengedte, hogy a lovakat vezessem. Aztán a fiatalabb koromban, vagy ifjúkoromban már segítettem az állatok oltásában, sőt, kisebb sebészeti dolgok, műtéteket is csináltam. Először állatorvos akartam lenni, de a nővérem egyre inkább a orvosi pályára ment, illetve édesapámba is volt, hogy ő igazából a nagybátyának a hatására orvos szeretett volna lenni, de gyorsgyerekes tanító családból jött, ahol számított az, hogy mennyi ideig tart az egyetem, és az orvos egyetem abban az időben 5 éves volt, az állatorvosi meg 4 éves, és ezért az állatorvosira volt anyagi lehetőség menni, de felnőtt koromig járott az orvosi lapot, amit ő rendszeresen átolvasott, és képzett is volt ebből is. Egy gondoskodó, szeretettel felnevelt fiatalnak milyen jövőképe volt Karádról elindulva? Például a középiskola választásánál nyilvánvaló, hogy mert hogy jó tanuló volt, ezt mondanunk sem kell, azért akkor már hellyel közzel tudta, hogy merre indul. Ugye édesapám orvos irányába terelt minket, nővérem orvosira készült, így egyenes út volt, hogy a felvételi tárgyakat képviselő gimnáziumba menjek. Az én időben az orvosira a fizika és a biológia volt a felvételi, és így kerültem nagyhírű gimnáziumba, Kaposvárra, a Táncsis Mihály gimnáziumba, mi abban az időben az ország vezető gimnáziumi
közé tartozott, és oda mentem én matematika-fizika tagozatra, és így indult el a középiskolás életem. Abba a városba, ami az én gimnázium évek alatt, a kultúra egyik központja volt az országban, nem elég csak, hogy a színházi múltjára nézünk, olyan modern könyvtára volt, ami az én életemet abszolút meghatározta, egy hatalmas nagy könyvtár, óriási nyitott polcrendszerrel, olvasóteremmel, zenehallgatási lehetőségekkel. Tehát nekem a gimnáziumban, annak ellenére, hogy kollégista voltam, ez volt a tanulásomnak a szintere, és nagyon jól éreztem ott magamat. Igen, hiszen azt tudjuk, hogy amellett, hogy a matematika-fizika nyilván alapvetés volt, hogy azon az úton, ahogy elindult, azt végigvigye, viszont azt is tudjuk, hogy a humán tudományoktól sem zárkózott el soha, és hát erre tényleg ideális volt Kaposvár, hiszen abban az időben a Csiki Gergely Színház országszerte elismert volt, ismert és elismert. Jó tanuló volt, gondolom én, a középiskolában. Igen, igen. De egyébként én szerettem tanulni, illetve hát édesanyám mindig prédisponált, azt mondta, hogy fiam, tanulnod kell, mert hogyha nem, akkor elvisznek katonának, ha nem sikerül a felvételi. És jók voltak a tanulmányi eredményeim is. Abban az időben a kitűnőség a gimnáziumban nem volt jellemző, és nekem az első évben 4,9 lett a bizonyítványom év végén, és a tanárom, aki egy meggyőzött matematikus volt, mindig mondta a édesanyámnak a szülő értekezete, hogy minek tanulok más, mint matematikát, és hát ebből volt is egy kis konfliktus édesanyám meg az osztályfőnököm között, tehát végül is, ahogy múlott az idő, egyre inkább persze nálam is negyedikben már célirányosra ment a tanulás, de addig nagyon szeretem a történelmet, földrajzórák élmény volt a földrajz tanár részéről, és a magyar tanáromnak az iránymutatása adott pillanatban nem tűnt igazán kitekintőnek, de mai szememmel látom, hogy az ő általa felsorolt irodalmi ajánlott olvasmányok a nyári szünetre meghatározták az olvasási élményemet. És ez nagyon-nagyon fontos, főleg egy olyan fiatalnál, aki tudatosan készül a jövőjére. Ami a Pécsi Orvostudományi Egyetem volt. Hát ugye Pécsről nagyon sokat beszélgettünk az ön kollégáival is, hiszen egy zseniális egyetemi vezetés tette lehetővé, hogy akkor Pécs volt az ország vezető orvos egyeteme. Romhányi professzorra és társaira gondolok, vég nélkül lehetne sorolni azokat a nagyívű professzorokat, akik sokat tettek azért, hogy itt a Szent György Kórházban is olyan orvosok dolgozzanak, akik aztán, ha azt mondom, hogy nemzetközi hírűvé tették. Mi fogadta Pécset? Az egyetemi város. Az egyetemi város, az egyetemi lét, amire vágytam arra, hogy ne legyen mindennapi kötelező tanulás, hanem legyen egy lehetőség arra, hogy valamiben elmélyedjek, és akkor mindig szélesebben tudjak egy-egy tárgyból tájékozódni. Ennek kapcsán kerültem a kapcsolatba a érsebészettel is, mert a tanulmányaim során a harmadévben már volt arra lehetőség, hogy tudományos diákköri munkát végezünk, és akkor az érsebészet hirdetett, és én úgy gondoltam, hogy szeretnék olyan területen dolgozni, ahol lehet tenni, lehet részt venni esetleg betegekkel való találkozásban is, és erre ott volt lehetőségem. Ekkor Pécs az egyik országos érsebészeti műhely volt már. Kik voltak azok a professzorok, akikre szívesen emlékszik vissza, akiktől megkapta az iránymutatást, az indítatást? Én igazából a leginkább az érsebészeti és a sebészeti csoportra emlékszem. Nagyon jól éreztem magamat, a Rekes József, illetve a Kollár Lajos, aki most elég komoly társadalmi pozícióban is szerepel, illetve a Weber György, ezek voltak azok a fiatal érsebészek, akik ott művelték a szakmát, és ő rajtuk keresztül nagyon-nagyon sok impulzust kaptam. Ugye azt tudjuk, hogy
az írsebészet friss szakág volt, tehát elkötelezte magát, és amikor 1982-ben ide került Székesfehérvárra, akkor ugye az első érsebészeti szakambulancia csak 1985-ben volt itt, ugye Szakony László révén. Mi fogadta itt Fehérváron? Hiszen egy Karádon felnőtt srác, aki aztán Pécset szerez diplomát, Székesfehérváron egy új helyszín, egy új világ, függetlenül attól, hogy ugye nagyon is jól tudjuk, hogy Kuhár professzorék megérkezésével elindult egy olyan folyamat, ami a mai napig tart, ha úgy tetszik. Gyakorlatilag nem véletlenül kerültem Székesfehérvárra. Az egyetemi tanulmányok alatt egy olyan típusú gyakorlatot vezettek be a reform folyamán, ugye nem szabad elfelejteni, hogy akkor abban az időben nagyon komoly reformok voltak az oktatás terén, hogy egy fehérvári betegem hívott meg ide, azt mondta Józsi, hogyha ide akar jönni, keressen meg, és mindenképpen adok útmutatást. És így kerültem én Fehérvárra. Volt lehetőség abban az időben, hogy maradjak a Kísérleti Sebészeti Intézetben török professzornál, de úgy gondoltam, hogy sokkal inkább a gyakorlatias feladatok vonzanak engem, kevésbé a tudományos munka, és így kerültem én Székesfehérvárra. Első évemet a traumatológián töltöttem, és a második évemtől kerültem én az érsebészetre, ahol Illés Iván volt a főorvos, aki egy Pécsről jött főorvos volt, és nagyon-nagyon sok pozitív kisugárzása volt, és ő támogatta az én érsebészeti ambícióimat. Igen, tudjuk, hogy bizonyos értelemben gyerekcipőben járt ugye az érsebészet abban az időszakban még, és kellettek azok a fiatal tehetséges orvosok, akik aztán tudatosították mindenkiben, hogy ez milyen fontos szakág a sebészeten belül. Ezeket a lépcsőket miként sikerült abszolválnia? Hát rögtön tulajdonképpen lehetőséget kaptam, még nem voltam, elvégeztem a szakorvosi képzést, és sebész szakorvos lettem, ugye ez volt az első lépcsőfok, és utána volt lehetőségem arra, hogy egy érsebészeti szakrendelést indítottunk a Távirda úton a szakrendelőben, és hogy ez párhuzamosan működött, ami volt a Távirda úton, és volt a kórházban is, amit Szakony doktor vezetett, és nagyon-nagyon komoly Doppler készüléket vett a kórház, amivel én tényleg azt tudom mondani, hogy a kornak megfelelő diagnosztikát tudtam végezni a Doppler ultrahanggal, áramlási görbét tudtam csinálni, illetve különböző méréseket tudtam a betegeknél eszközölni. Ez egy nagyon jó rendelés volt, délután 16:30 kezdődött, és addig dolgoztam, az elején volt asszisztens, utána nem volt kedve este sokáig maradni. Vizsgáltam a betegeket, természetesen nem volt sok betegem, ezért volt időm bőven arra, hogy elmélyedjek ebbe a diagnosztikába, és nagyon-nagyon élveztem. Így indultam aztán az érsebészeti képzésre, majd hogy nem párhuzamosan, meg volt ez a rendelésem, és aztán Budapesten voltam 2 évig a érsebészeti intézetben. Mi a folyamatos fejlődés záloga? Hiszen ön azok közé tartozik, akik végig kísérhették, hogy az első pillanatoktól kezdve máig, amikor most már megérthetik a betegek is, hogy milyen fontos az érsebészeti szakvizsgálatok sora. Én azt gondolom, a elhivatottság. Én volt bennem egy olyan, hogy még Bauer professzor úr mondta, ő Pécset, a fülorgégészeti klinikának volt a vezetője, hogy ő neki az élete a munkája, és a munkában nem lehet csalódni. És tulajdonképpen ez a motto azért mindig a fülembe csengett, és igyekeztem a munkámat úgy csinálni, hogy lehetőleg abban
ne tudjak, illetve ne tudjanak mások se csalódni. Ez persze rengeteg energiát kellett erre fordítanom, a részt venni kongresszusokon, olvasni szakirányú cikkeket, tanulni, figyelni. Én azt tudom, hogy amikor volt egy-egy műtét olyan, ami érdekelt, nem nagyon figyeltem arra, hogy most haza kellene mennem, 3 órakor vége van a munkaidőnek, inkább visszamentem, és nem asszisztensként, akár csak fogni a kampót. Részt vettem a munkában, és igyekeztem minél többet ellesni a kollégáktól, és az, ami jó, azt megvalósítani és gyakorolni. Tehát folyamatosan ívelt felfelé a pályája, ezzel együtt pedig az emberek is megtanulták, hogy az érsebészeti beavatkozásokra igenis szükség van. Ez egy állandó ív, miként látja, ha így visszatekintve? Én azt látom, hogy az érsebészet az egy nagyon komoly röppályán van, de természetesen a technika az ide is bejött. Ahogy a munkámban is ezek a technikák megjelentek. Az elején csak a szike volt az eszközünk, utána már a kezdetén persze megjelentek a különböző műanyag protézisek, de ezeknek a szerepe egyre jobban felerősödött, és természetesen az érsebészet kezdetén már megvoltak a katéteres eljárások, de nagyon-nagyon kis számban, nagyon-nagyon drágán lehetett ezekhez hozzájutni, és ezek bejöttek a műtéti repertoár kiterjesztésében. Ez azt jelenti, hogy nem csak szikével és érpótlással dolgoztunk, hanem azáltal, hogy több vér jöjjön az adott operált területre, vagy több vér tudjon kimenni, a többszintű érpálya helyreállítását a katéteres technikával tudtuk, a műtéti technikával szélesíteni. Ezek lettek az úgynevezett hibrid műtétek. Természetesen ez gyakorlat kellett, képzés kellett, és megfelelő szemléletváltás kellett ahhoz, hogy az ember ezt tudja gyakorolni. Ugyanez volt a vénás sebészetben. Hát amikor én elkezdtem operálni, akkor úgy nézett ki egy beteg viszérműtétre való felkészítése, hogy bejött a kórházba, másra volt a műtét. A bejelölés az a szérumegyes tűhegyével történő karcolás volt, és utána jó volt egyébként ezeket a műtéteket csinálni, megtanultuk az eszköz használatot, 2 órán keresztül szikével, ollóval és csipesszel preparáltunk, és végén kapocssal egyesítettük a bőrt. Hát 5 nap után mentek haza betegek. Úgy néztek ki, szerintem borzasztóan fájhatott nekik, hát volt a lábukon 1,5 méter vágás. Megfelelő képzettség után a modern visszér sebészet eszköztárát megteremtve, ezek is kisipari termékek voltak még, amikor ezt kezdtem. A Röltexben, amikor megvettem az első horgolótűt, és akkor vagy a másodikat, mert az elsőnél még nem kérdeztek semmit, de másodszor megkérdezték, hogy tényleg ezzel tetszik a viszeret operálni, és tényleg az volt a teflonos 2-es, 3-as horgolott tűvel, kis szúrásból gyönyörűen ki lehetett a viszerek egy típusát húzni, és bőgőhúrból csináltattuk azt az eszközt, amivel ki tudtuk a fő eret, el tudtuk távolítani. Ezek mind-mind a kezdeti lépések voltak, és a beteg az bejött reggel, be volt jelölve tollal, filctollal, és másnap reggel hazament, és alig volt panasza. Hát természetesen az irány, ebben a kollégák is látták, tulajdonképpen helyben is volt egy kis ilyen jellegű képzés, átvették ezeket a módszereket, mint ahogy a minél kisebb invazív műtétek, ahogy megjelentek a laparoszkópok, megjelentek a általános sebészetben, megjelentek a szkóp műtétek a különböző ízületi beavatkozásoknál, amit mindig ámulva nézek, és ha van egy kis szabadidőm, elmegyek, megnézem, hogy hogyan dolgoznak, mert izgalmas a fejlődést látni, és a mi területünkön a vénás sebészetben is bejött a lézer, amit a
az én egyetemi tanulmányom alatt még csak az építése folyt, és most már egy ekkora kis zsobozban ott van a rendelőmben, és ezt használom. Tehát ha a tudatos a jövőkép és szenvedélyé válik, annak nincs párja, akkor ez a tanulsága. Tempora mutantur jegyében viszont, akkor lépjünk egyet, menjünk el 1999-be az egynapos sebészet. Illetve előtte még az egészségügyi szakközgazdász diplomáról kérdezném, mikor, miért érezte szükségét, hogy ez fontos? Úgy gondoltam, hogy változik az idő, változnak a körülmények, és ugye öregednek az agysejtjeim, ezeknek megfelelő tréningre van szükség. És engem mindig érdekelt a humán terület, érdekelt a gazdaság, a közgazdaságtan, és volt erre lehetőség, hogy az egészségügyi-gazdasági képzésben részt vegyek. Nagyon jó volt, nagyon élveztem. A József Attila, akkor még a Szegedi József Attila Tudományi Egyetemnek volt egy esti tulajdonképpen, vagy levelező képzése egészségügyi közgazdás és menedzser címmel, Gidai professzor asszony vezetésével, aminek nagyon jó volt az a tematikája, hogy két napig voltunk Szegeden, és utána Budapesten a egyetemi tömbben volt a képzés. Összeszámoltam, hogy ez nem is volt igazán levelező, mert fél évenként 160 órát kellett ott töltenünk, ami nem sokkal volt alatta egy nappali képzésen. És nagyon jó volt, megtanultam az új gazdasági lehetőségeket, az új egészségügyi formákat, szemléletet, hogy igenis ahhoz, hogy egy jó egészség legyen, a gazdasági részen is nagyon fontos, hogy egy jó szemlélet legyen. A minden pozícióban a tulajdonosi szemléletnek valahogy érvényesülni kellene. Volt a magánkórházban később, ahol operáltam, és azt láttam, hogy a tulajdonos figyeltem műtétemet, és strigulázta, hogy mit használok, hogy lássa, hogy megéri ezt a műtétet gazdaságilag csinálni. És ez nagyon jó volt. Egy hosszú ideig gyanakvás kísérte a vállalkozó orvosokat. Aztán ez elmúlt, nyilvánvaló, hogy szükség volt arra, hogy ki a saját kezébe vegye egyik oldalról a szakmai pályafutását, másik oldalról pedig, aki tehette, és ma már azért egyre több van úgy, hogy el tudjon menni olyan helyre, ahol biztonságban, biztonsággal, nyilván a kórház is ilyen, de biztonsággal fogadják. Ez egy fontos lépcső volt, például az egynapos sebészet megteremtése? Igen. Ahhoz, hogy... És nem csak gazdasági szempontból nyilván, hanem szakmai szempontból elsősorban. Igazából azt tudom, a feleségemet tudom idézni, hogy egyedül a rendelődből nem sajnálsz semmit. Tehát annak ellenére, hogy gazdasági szemlélettel indultam el a egynapos sebészetbe, illetve a magánrendelésbe, a magánrendelés folytatásába, elsősorban a minőségi munkára való törekvés volt a vezetőerő, és mindig mindenféle beruházásnál az volt a fontos, hogy az ellátás nyugodt, kiszámítható és magas szintű legyen. Ez volt az irányelv. Annál is inkább fontos ez, mert hiszen ez tudatosult egyébként azokban is, például döntéshozókban, akik számtalan elismeréssel díjazták ezt. Egyébként az ilyen elismerések, mint például a Berzsenyi díj, vagy az összes többi, az megerősítést jelent egy szakorvos számára? Hogy figyelnek rá, hogy igenis jó úton jár, bár ezt egyébként is tudja a szakmán belül. Nagy örömre szolgáltak ezek a díjak, amikor ugye a Berzsenyi díjat is megkaptam. Igen, fontos volt. Fontos abban, hogy az ember látja, hogy a munkája, amiben nem biztos, hogy annyira akarja, hogy feltűnő legyen, de mindenképpen feltűnik az embereknek és a környezetének. A Szent György Kórház folyamatos fejlődése az milyen hatással van egy-egy orvos pályafutására? Hiszen mi még emlékszünk, az én korosztályom legalábbis, tehát még a Kuhári éra előtt, hogy bizony-bizony szívesebben mentünk máshova. Aztán jött egy fejlődés szakmai épületben, diagnosztikában, laborok
épültek, és egyre több olyan orvos érkezett, aki azt mondom, hogy bárhol Európában dolgozhat. Ez egy nagyon fontos volt a döntésemben. Ugye itt a beszélgetés kezdetén mondtam, hogy egy egyetemista koromban levő beteg mondta, hogy jöjjek ide Fehérvárra, és volt egy ilyen inspiráció. És emlékszem, én a 1982-ben, lassan 40 éve lesz, hogy fehérvári orvosnak mondhatom magamat, a traumatológia osztályon kezdtem, és ködös délutáni időben, november vége felé, mit látok az ablakon? Hogy ott dózerok alakították ki az új kórháztömb helyét. Én azt gondoltam, hogy 5 év múlva már az új kórházban fogunk dolgozni. Persze ezek hosszú lépcsőfokokon keresztül ment el. Nagy élmény volt, és mindig büszke voltam minden egyes lépésre. Amikor megnyílt a rendelőintézetünk, hát szerintem maga az előzőhöz képest egy egészen óriási színvonal emelkedés jelentett, az az aula, ami fogadta a betegeket, az új műtőtömb, ugye az volt a következő, és a hotel. Hát abban az időben nem hiszem, hogy volt modernebb kórház az országban. Büszkén mondhattuk, hogy ezek a fejlődések hozták természetesen a szakmát is, mert melyik főorvos nem szeretne ilyen kubatúrában dolgozni, és látva azt, hogy itt a fejlődések mennek előre, és látjuk ma is, hogy nem olyan régen jelentette meg ki a polgármester, illetve a kórházvezetés, illetve a országgyűlési képviselőnk, hogy megépül az újabb belgyógyászati töm, ami én még emlékszem, hogy az onkológiai betegek a Lúzia épület alaksorában voltak ellátva méltánytalan körülmények között. Ma méltó körülmények között vannak a hotelépületben, és egy újabb épületben fognak kapni feltehetőleg még magasabb színvonalú ellátást nyújtó helyet. Ez mindenkit inspirál, az orvost és a beteget is arra, hogy az itteni ellátást válaszza. Nagyon fontos az értorna mozgalom, kell, hogy erről beszéljünk, mert hogy ugye Magyarországon a második leggyakoribb a szívérrendszeri halálok, és azzal, hogy önök Östör Anna Máriával, egyébként már beszámoltunk erről annak idején, elindították ezt az értorna mozgalmat, ez egy újabb fontos lépcső. A következőt szoktam mondani a betegeimnek. Gyakorlatilag háromlábú az érbetegek ellátása. Az egyik a gyógyszeres kezelés, amiben ragyogó új gyógyszerek vannak. Egy kis lába a műtéti ellátás, ugye, amit a sebészek végzik, illetve ma már radiológusok is részt vesznek természetesen a katéteres ellátásban ezeknek a gyógyításában, önálló entitásként. És a harmadik nagyon-nagyon erős láb az életmódváltás. Az életmódváltás, ami egyik része a megfelelő betegségekhez tartozó diéták tartása, a cukorbetegség kezelése, és a mozgás. Tehát preventív. A preventíven mondás. Ugye azt tudtuk mondani, és ez, hogy minden napban gyakorlatban találkozunk, ugye a középkorban a távolságot időben határozták meg, egy napi járóföld volt, vagy egy két napi járóföld. És ma is találkozunk az emberekkel, akkor kérdezem, hogy mennyit tud menni a távolság mérésére, ugye a francia forradalom óta ma már a méter a meghatározó, a időtartamot mondanak, de látszik, hogy nem érzik a fontosságát a megfelelő értornának, a megfelelő mozgásnak, és erre nagyon-nagyon jó volt, hogy a város által támogatott nyitott tornaterem mozgalom keretében meg tudtuk valósítani az értornát, aminek az volt a mottoja, hogy tornáz egy órát, hogy járni tudjál, ami nagyon-nagyon fontos, és egy nyitott tornatermek mozgalomában ez egy sikeres program volt. Én azt gondolom, hogy az ellátásnak egyik alap feltétele. Természetesen azért nem csak, hogy ezt a programot csináltuk, hanem indult itt egy nagyon komoly szűrőprogram, aminek részeként
keresztúri doktor volt akkor az osztályvezető és egy másik kollégám, majdnem 10 000 embert vizsgáltunk meg, nem is mondhatnánk, hogy a megyében, hanem a régióban, amiben más megyékben végzett vizsgálatok is beletartoznak ebben nagy számba, ami egy óriási dolog volt, és én azt hiszem, hogy a szűrőt programoknak az egyik első végrehajtói mi voltunk az országban. Ugye hétvégén, szombaton csináltuk, vagy vasárnap csináltuk ezeket a vizsgálatokat, és ez nem úgy volt, hogy reggel 8-tól délután 2-ig dolgoztunk, hanem amíg a beteg ott volt, és volt, amikor 80-90 embert is megvizsgáltunk este 6-ig, 7-ig. Óriási tömegek jöttek, óriási jelentősége volt, és nagyon-nagyon fontosnak tartottam azért, hogy a betegcsoportnak az ismertségét, a betegeknek az életmódját próbáltuk ezzel figyelembe vonni. Tehát ez nagyon fontos volt. Ugye én azt mondtam játékosan önnek, hogy a beszélgetésünk munkacíme, hogy Karáttól a mofettáig. Hát most így van, megérkeztünk a mofettához, hiszen mi is beszámoltunk róla egy híradóanyag keretében, hogy Cserpakovics András polgármester úr is ott volt, hiszen újfajta széndioxidgáz jótékony hatására épülő kezeléssel bővítette tevékenységét, ez a mofetta. Beszéljünk erről egy kicsit, hiszen ez egy újdonság. Bizonyos értelemben, a köznapi ember számára mindenképpen. Ugye az innováció soha nem állt távol tőlem. A beszélgetés során elhangzott, hogy különböző technikákat hogyan alkalmaztuk. Ugyanúgy, ahogy a vénasebészetben a horgolótű után a ma már nem egynapos, hanem ambuláns sebészet formájában lézerrel operálom a viszereket, tehát bejön a beteg, és 2 óra múlva hazamegy a saját lábán, és notabene 2 nap múlva mehet dolgozni, és minimális fájdalommal, ami persze természetesen nem jelenti azt, hogy nincsen fájdalmatlan munka, hát egy pofon is fáj egy darabig az embereknek. Ugyanúgy kerestük azokat a lehetőségeket, amik még hozzájárulnak ahhoz a háromlábú széknek a kitámasztásához, és ezek voltak a fizikoterápiás eljárások, aminek a torna mellett a legfontosabb és igazolt, szakmailag igazolt a széndioxid jótékony hatása, hosszú történelmi múltra visszatekintve gyakorlatilag már a rómaiak ismerték, ha bár a római kultúrának ezt a részét nem tudjuk talán annyira jól értékelni, mint ahogy kellene. És ennek a megvalósítása volt egy innováció része, hogy kabin formájában a betegek hozzájussanak ehhez az eljáráshoz, a gáz jótékony hatását ismerve. Ez a jótékony hatás elsősorban, ugye ma már tudjuk, hogy rengeteg gyógyszer, ha csak a szívbetegségeknél használt nitrodent tapaszt ismerve, a bőrön keresztül ragyogon felszívódnak a hatóanyagok. Nem véletlen mondjuk, hogy igenis a kozmetikumokkal bizony csinyán kell bánni, mert abból is felszívódnak ezek a káros anyagok. A széndioxid gáz is diffundál, és hely és általános hatása nagyon-nagyon komoly keringési javítást tud elérni. És jó eredményeink vannak. Épp most van alakulóban ennek az akkreditált képzése a széndioxid kezelésnek. Van ennek egy társaságunk is, tulajdonképpen, ahol én a elnök vagyok, a széndioxiddal kezelő orvosok, illetve egyéb társulata, ami nem nagyon tudott működni, mert a COVID-járvány a personális kapcsolatokat lezárta, de most újra elindult az, hogy lesz online konferenciánk, és úgy tűnik, hogy akkreditált képzésként fog ennek a kezelésnek a módja elterjedni Magyarországon. Tehát már működik a dr. Mikola Mofetta kezelőközpont. Igen. Főorvos úr, mit kívánjak önnek? Egészséget, békét, és további ilyen szép jövőt, mint amiben élünk. Történjék így, ezt kívánom, és valamennyiünk nevében kívánom. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehet. Kedves nézőink, önöknek is köszönöm figyelmüket. Dr. Mikola József érsebősz főorvos volt a vendégem. Maradjanak továbbra is velünk, minden jót mindnyájuknak. Viszontlátásra!